Köszöntjük Önöket sok szeretettel! Amióta az 50-es években nagyon népszerűvé vált egy bizonyos tudatmódosítószer, azóta mondhatjuk azt, hogy mindenki másképp bánik a csíkokkal, mi nem fogjuk felszívni, hanem csak követjük, ugyanis a csíkok vezetnek el egészen Önökig. Következzen 25 perc négy ütemre a csíkzenekarral. 1300 köbcenti, 90 és 100 lóerő között van valahol, ugye? És azt így érezzük is. Ezt. És abszolút érezni. És ahogy itt csavargatod a kormányt, én amellett, hogy az autót stabilnak érzem, én azt érzem, hogy én élvezed ezt. Élvezem. Ezt az autót nagyon jó vezetni. Amennyiben Önök egy finom, édes, narancsos karamell tortára vágynak, nem biztos, hogy ezt egy cukrászdában kell keresni, hiszen elhoztuk Önöknek az új Hyundai i30-at, ami pont ebben a színben pompázik. Általában, amik még párásodást szoktak okozni, az a fűtőradiátor meghibásodása, tehát valahol csöpög, illetve szivárog a hűtőfolyadék a fűtőradiátorba, ezáltal párásodik a szélvédőnk. A következő pár percet, hogyha nem bánják, én néha édesanyámnak dedikálnám, már csak azért is, mert egész életében arra vágyott, hogy megkaparinthasson egy saját bejáratú, saját használatú mini Morris-t, mert akkor még neki az volt a kedvence. Sajnos ez nem adatott meg neki, mint ahogy az sem, hogy a későbbi Coopert vezethesse. Nekem hál' Istennek már ez a lehetőség, ez sokszor megadatott és ki is pipáltam. Viszont az, ami vár rám, az még azért az én szívemet is megdobogtatja. Anyukám meg be sem mert volna ülni ebbe a típusba, amit Tibornak hála én is nem sokára kipróbálhatok. Ugye ez egy replika, nem teljesen eredeti, de egy 64-es bajnok autónak a replikája. Így van, pontosan erről van szó. Tehát ez egy 64-es Mini Cooper S, tehát ugye az a sport verziója volt, tehát nagy motorral, 1275 köbcenti, első túlméretre hivatalosan felfúrható motorral, tehát így 1293 köbcenti lett a teljesítménye, illetve a hengerűrtartalom, és nagyjából 90 lóerő. 90 lóerő egy ekkor autóban. Mini hazájában tudnak arról, hogy te itt Magyarországon mit műveltél? 2012-ben Magyarországon a Mini Club Hungary elérte azt, hogy a világtalálkozót Magyarországon, Balatonfüreden tartsuk meg, és olyan szerencsében volt részem, hogy ennek az autónak az eredetiével, aki nyert különböző versenyeken, többek közt a három város rallin, ez a Dreistadt rally volt, ami München, Bécs, Budapest vonalon ment, Rauno Aaltonen ezzel a eredetiével természetesen nem hogy a kategória győzelmet nyerte meg, hanem az összetettben is nyert vele, és ezért is esett erre a választásom, hogy ezt a replikát csinálom meg. Sajnos kénytelen voltam Sanyit kipréselni innen a képernyőről, mert hát olyan nevek hangzottak el, amiről nem vagyok benne biztos, hogy tudja, hogy kicsoda. Például ilyen Rauno Aaltonen, aki ugye egy akkora finn rally legenda, aki mai napig, hogyha megjelenik egy bármilyen veterán versenyen, akkor riogatja az ellenfeleket. Peti, te is hallottál róla. Hát hogy ne, aki versenyez vagy vezetés technikával foglalkozik, azt hiszem az ő név az ismert a számára. Hogyha vetünk egy gyors pillantást az új minire, és biztos vagyok benne, hogy sokan vannak ezzel így, hiszen kellemes érzés az új minének is a megpillantása, akkor láthatjuk azt, hogy pont úgy, mint Schwarzenegger és édesapja, a fiú sokkal nagyobb lett, mint a felmenő. Úgyhogy ha itt megnézzük az arányokat, akkor azok még mondhatnánk, hogy hasonlóak. Sőt, majdnem, hogy megegyeznek, de a méretek, a milliméterek és a kilogrammok, azok nagyon nagy mértékben változtak. Hát, hogyha csak a súlyokat nézzük, akkor a duplájára nőtt ez az autó, tehát 600 kg körül van a régi változat, illetve 1200 kg önsúlyal az új változat. És azért ne becsüljük le azt az autót a maga 100 ló erejével, mert hát ugyebár az 590 valány kiló 100 lóerő, azért az ma egy felső közép kategóriában 300 lóerőnek felel meg nagyjából. És azt se becsüljük le, hogy habár a mostanit vezetni nagyon nagy élmény, a régit úgy gondolom, hogy a legnagyobb élmény. A Mini 1964-ben azért meglehetősen meghazudtolta a maga korát, ugyanis egy elől keresztben elhelyezett motor találunk az autóban, nem is beszélve még ilyen apró finomságokról, hogy segédkeretes futómű van az autón, tehát akkoriban ez mind-mind úttörő újdonság volt. Viszont elképzelhetetlen lett volna 1964-ben, hogy még dízelmotorral legyen egy ilyen autó szerelve, és íme itt áll vele szembe egy dízel változat, amit szerintem most már jó 10 éve
benne van a miniben, és ezen a pályán is nagyon sokat teszteltünk ilyen dízelautót, egy nagyszerű autóról van szó. De a nagy dolog az, hogy a Mini tulajdonképpen a változások autója, mert hogyha megnézzük azt, hogy a 60-as évek elején, amikor Alec Issigonis először lerajzolta azt, hogy keresztben legyen egy váltóval egybeépítve, sőt a hűtő is legyen a motor elé építve, tulajdonképpen egy keresztbe beépített hűtő, egy nagyon pici kis karosszériába a sarkokra kihelyezett gumibak futóművön elhelyezkedő kerekekkel, akkor azt mondták neki, hogy figyelj, normális vagy, ne viccelj, mit akarsz ezzel, megrajzolta, legyártották, és isteni siker lett belőle, mert hogy mindenhol elfért, mindenhova befért, le tudott parkolni bárki, keveset fogyasztott és fürge volt. És hogy fürge volt, pont ezt a kis tulajdonságát vette észre John Cooper, aki csinált belőle egy olyan versenyautót, egy verhetetlen versenyautót, ami a Monte Carlók, a Dreistadt Rallyk, az RAC Rallyk, a Skót Rallyk, az Ír Rallyk fene gyereke lett tulajdonképpen. Igaz. Tehát azért szembetűnő különbség az, hogy ez a súlygyarapodás, vagy ez az autó kétszer annyi. Egy nagyon egyszerű magyarázata van ennek az egésznek, ez a biztonság. Tehát van, ami látszik ebben az autóban, például az, hogy mondjuk itt van egy olyan tetőoszlop, ami mögül ilyen elég nehéz kilátni, de azért amikor az ember felborul, akkor a tetőoszlop nem fog úgy megrogyni, mint egy régi autó esetében. És hát nagyon-nagyon sok minden beleépült a mai autókba, ami miatt nehezebb lett egy autó. Mondjuk, hogy van 7 légzsák egy autóban, csak önmagában azt nézzük, hogy az mennyi többletsúly. És vannak alkatrészek, amik pedig helyet cseréltek a két autóban, hiszen ennek az autónak a kormánykereke 17 szolos, itt a kerekek ekkora méretűek. Itt viszont 10 szolos kerékkel találkozhatunk a kasznin, ott viszont belül nagyjából egy 10 szolos kormánykerékkel. A kis Mininek a tulajdonosa nemhogy megengedte, hanem kifejezetten kért arra, hogy úgy használjuk ezt az autót, mint ahogy annak idején tette Rauno Aaltonen, úgyhogy mi megpróbálunk megfelelni a feladatnak. Viszlát! Kényelmesen ülsz, látom, hosszú lábaid vannak, és tök simán, kényelmesen, komfortosan, ugyanakkor iszonyat sportosan, egyszerűen brutál. Hát, hogyha körbenéztél, akkor ebben a kocsiban megvan a két kerék kulcs hátul a kalaptartó. De azt tudod, mi volt? Persze, Monte Carlo, ugye? Két különböző kerék. És szerintem hozzájárult a Monte Carlo, Rally Monte Carlo bajnoksághoz az, hogy ott két különböző kulcson, ugye? Így van, mert az egyik a téli, másik a nyári gumi. A másik, és hogy jól tudom, nem is nyári volt, az egyik téli, a másik egy murva gumi. Murvás szethez. Így van, és különböző csavarmélettel lehetett ezt rögzíteni. Képzeld el azt a Rally Monte Carlot, azokat a szűk íveket, amit egy nagy autóval be sem tudsz venni. Ugye, hogy ez az autó ez arra született? Köbcenti, 90 és 100 lóerő között van valahol, ugye? És azt így érezzük is ezt. És abszolút érezni, abszolút érezni. Bármelyik mai autóval fölveszi a versenyt. És azt csinálsz vele, amit akarsz. Tehát itt ezt az angolok olyan szinten hozták össze, ugye először is a görög istennek hívták Issigonist, aki megrajzolta az alapokat, egész másra szánta ezt az autót, nem akarta, hogy versenyezzenek vele. Aztán amikor jöttek a sportsikerek és ezáltal a marketing sikerek, akkor is belátta, hogy azért ez egy jó irány, és John Cooper nagyon-nagyon tehetségesen, nagyon ügyesen, iszonyan fizikással meglátta ebben az autóban a lehetőségeket, amik a mai napig megvan. Hát ez egy szenzációs autó, nem is véletlen, hogy egy filmikon ez az autó. És volt még valamelyik Born filmben, ugye? Egy nagyon-nagyon jó kis betét, ahol csapattak vele. Szólsz ez a műszerfalhoz, elvették innen ezt a kilométer után. Kicsit hiányolom, mert ugye a régi miniben is, ahogy láttuk, hogy pont középen és mind a kettőnk számára egyaránt látható módon meg van jelenítve a sebesség. Uh-huh. Itt most ez elveszett, úgyhogy ez kizárólag most már a te privilégiumod lett. Uh-huh. És akkor a fordulatszám mérőből egy felet kaptunk, hogy az bőven elég látjuk az egészet. Viszont nem is fog annyira pörögni, mert hogy ez dízel. Úgyhogy elég a félfordulat.
most az a kérdés, persze én vezettem a régi kis minit, azért te is kipróbáltad. Na, a jobb egyen is éreztem nagyjából. Igen, tehát mit tudott megőrizni, mit lehetett átültetni úgy egy nagyon-nagyon modern és vadonatúj autóba, hogy azért valamit megőrizzen és valamit megtartson abból a csodából, amit a régi minél tudott. Tudod, mit mondok, ahogy így elnézlek téged? Az üléspozíció és a vezetési paraméterek alapvető tulajdonságai, azok megmaradtak. Így van. Nem? Tehát az a puttony érzet megvan ebben az autóban is, ugye? Az, hogy nem túl nagy a karosszéria, hát azért maradjunk annyiban, 1180 kg körül van az autó, az nem sok. Tehát a mai autókhoz képest nem nehéz, ez érződik is az autó vezetésén. Viszont az, hogy a négy kereke kint van a négy sarkában, ugye? Erről nagyon beszéltünk. Fontos, nagyon fontos. Illetve az is, hogy a perspektívánk nagyon hasonló, mert hogy igaz, hogy megváltoztak a méretek, de az arányok hasonlóak, és az A-oszlopnak a meredek tőlése is megmaradt, mint a régi mininél, illetve a tető nagysága, az autóhoz viszonyított mérete is megvan, ugye? Igen. És ahogy itt csavargatod a kormányt, én amellett, hogy az autó stabilnak érzem, én azt érzem, hogy te élvezed ezt. Élvezem. Ezt az autót nagyon jó vezetni. Maradjunk ennyiben. Tehát, és nem mondom azt, hogy ez egy női autó, mert ez egy tökéletes autó mindenkinek szerintem. Így van. Amennyiben önök egy finom, édes, narancsos karamell tortára vágynak, nem biztos, hogy ezt egy cukrászdában kell keresni, hiszen elhoztuk önöknek az új Hyundai i30-at, ami pont ebben a színben pompázik, és a torta beltartalma pedig egész édes. De egyébként, hogyha mondjuk éppen nem tetszik önöknek az orange caramel, akkor lehet rendelni egyébként turtle green-t, polar white-ot, illetve jack black-et is. Vagy egy blackjack-et. Gergő azt mondta, hogy üdvözöljük akkor ugye az új i30-ast. És bár tudjuk ugye, hogy Ázsiában az autógyártók nagyon büszkék arra, főleg egyébként Japánban és azon belül is a Toyotánál, hogy az ügyfeleik elégedettségének az indexe az igazából nagyon magas. Szerintem most már aztán a Hyundai-nál is nagyjából ez lehet a helyzet, mert valószínűleg ezért nem változtattak olyan sokat az autók küllemén, mert így szeretik a tulajdonosaik. És érdekes dolog ez, mert ha megnézed a távol-keleti autókat, a japán autókat, a dél-koreai autókat, akkor észreveheted azt, hogy az ezelőtt 10-15 évvel futó modellek között vesszük észre most már a különbséget. Ha megnézzünk egy 90-es vagy 2000-es évek elejei Nissan, Toyotát vagy Daihatsu-t, Hondát, Isuzu-t, akkor most már felfedezzük azokat a különbséget, amik megváltoztak bizonyos modellváltás közben. De hogyha megnézzük tényleg a mostani i30-at, lehet, hogy ide is kell egy néhány év, hogy felfedezzük azokat az apróságokat, amik megújultak. A Hyundai és a Hyundai i30 tulajdonosok közötti párbeszéd eredménnyel zárult, éppen ezért nem változtattak olyan sokat az autón. Igazából csak annyi történt, hogy egy kicsit markánsabb lett a hatszögletű légbeömlő, tehát mondhatnánk azt, hogy mondjuk így a make-up artistjai a Hyundai-nak egy kicsit átrajzolták a kontúrvonalakat. Értendő ez a fényszóróra is, ami nem lett már olyan zárt tekintetű, mint amilyen az előző volt. Illetve van még egy markáns különbség, amit mi is nagyítóba vettünk észre, miután megnézegettük az előző generáció kép sorait. Az index kis búrácska az most már itt van külön, és nincs integrálva a visszapillantó tükörházba. A dél-koreaiak számára azonban nem csak a fogyasztók, hanem a fogyasztás is nagyon fontos, ezért erre az autóra alacsony gördülési ellenállású gumikat szereltek, illetve van egy olyan berendezés itt az autó elején, ami le tudja reteszelni ezt a gyűjtőrácsot, így javítani tudjuk a légellenállást. Én igazán nem vagyok babonás, de egy számsortól írtóztam világéletembe. Tehát, hogyha ez az én autóm lenne, akkor bármennyibe kerülne, vennék rá egy új rendszámtáblát, mert azért ezzel mégsem közlekedhetünk, főleg úgy, hogy még benne van a monogrammom is. Na, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy milyen óriási a csomagtartója az i30-asnak, pont akkor, amekkora volt, hogy lehet, hogy egy kicsit nagyobb lett, nem tudom, de azt hiszem 320 literes. Nekünk itt van most benne egy csomó lomunk, megyünk éppen motorozni. Az azért elfér, de egy öttagú családnak azért ez egy kicsit kicsinek bizonyulna. Egyébként 368, nem 320, köszönöm szépen. A
alsó középkategóriás autóként szerintem ez az interiőr, ez így jó, ahogy van, és nincs nagyon értelme kopogtatni a rideg plasztikot, mert ebben a kategóriában igenis, hogy alkalmaznak ilyen anyagokat, szép számmal, de legalább jól néz ki, és az meg pláne nagyon tetszetősé teszi szerintem, hogy bézs, egy kis ezüst és egy kis fekete, ezek az uralkodó színek, az egyébként ugye caramel orange-ba, vagy orange caramel-be. Igen, és én is nagyon jól érzem benne magam, és hogyha Sanyi már így elmondta a színét még egyszer, akkor érdekes az, hogy az okmányirodában a hivatalos részénél a dolgoknál már nem vállalták be ezt a cukrász mi voltját ennek az autónak, inkább átmentek zöldséggyümölcs kereskedésbe, hiszen itt csak puritán módon narancsnak van feltüntetve ennek az autónak a színe, úgyhogy innentől kezdve már tudjuk tulajdonképpen a politikai hovatartozását is ennek az autónak. Minden esetre az biztos, hogy 1316 kg a nettó tömege, ami lehetne sok is, lehetne kevés is. Hogyha azt nézzük, hogy egy 1.6-os dízelmotor van benne és egy automata váltó, ami 7 fokozatú, akkor nem olyan rossz. Nem ez az első i30-as Hyundai, amiben üldögélünk szerintem, de ez az első, amiben 7 fokozatú váltó van, nem? Így van, ráadásul dupla kuplungos, és ez egy nagyon nagy fejlődés a Hyundai szempontjából, hogy egy igazán dinamikus sebességváltót tettek ebbe az autóba, és azért nagyon fontos ez, mert amúgy ennek az autónak az egésze, az egyénisége, ez egy dinamikus autó. Én nekem azért tetszik nagyon. 1.6-os dízel motor és dinamikus. És mondhatjuk rá egész nyugodtan a sportos, mert most, hogy oda pörköltél egy picit egyébként, még így meg is jött a hangja és a rezgése innen alulról. Pontosan. Az alsó közép kategóriában, ahol különben nagyon nehéz dolga van minden jelentkezőnek, hiszen rendkívül sikeres autók vannak ott, Golf, Astra, Focus, Auris, rengeteg olyan versenyző, aki mindenféle elég magas babérokra tör, azt hiszem, hogy a Hyundai i30 az megállja a helyét. Tök jól néz ki kívülről, nagyon kényelmes az üléspozícióban bent, mindenhol olyan anyagok és formák vannak, ami jó érzés, és mondom, nekem ez tetszik a legjobban. 136 lóerős a dízelmotor, most 7-2 már a fogyasztás, mert tényleg itt elkezdtem nyomni, mert annyira élvezem ezt a dinamikát, különben takarékos és gyors. És egyébként, ha már ugye alsó középkategóriás autók, nyilván nem széri autók, de a ralliban képviseltetik magukat, mondjuk egy i30 az nem lehetne? Simán lehetne. Az i20-as tudod a ralli autója a Hyundainak, mióta 1.6-osak lettek a top kategóriás ralli autók, azóta egyen kisebb lett a méret is, úgyhogy Fiesta, Polo, i20, DS3, ezek a méretű ralli autók most, amik divatosak lettek. Az a baj, hogy divatosak lettek, de olyan nyomorultul néznek ki a pályán, hogy ilyen kis matchboxok. Ez már legalább az a kategóriai hozban, szélességben, ami azért úgy jobban néznek ki a pályákon szerintem. Igen, különben azt mondja az ember, hogy így a tengelytávot nézve, hogy harmonikusabban, dinamikusabban lehetne vezetni egy ilyen autót, de azért, ha megnézel egy rally autót, hogy miközben egy utcai autóhoz, semmi, tehát tulajdonképpen egy csavar nem egyezik meg, olyan mértékben van átalakítva, hogy azok tökéletesek úgy, ahogy vannak. Viszont ezt nem kell átalakítani, mert ez így jó, ahogy van. És egyébként bőven van még egyébként, és megnézem, hogy mögötted bőven van még lábtér. Tehát simán mondhatjuk azt, hogy egy családi autónak is megfelel, ahol mondjuk 2 gyerek van, mert 3 azért már nem örülne ott hátul annyira. Én úgy gondolom, hogy ez a váltó és ez a dinamizmus megérdemelne 2 kis fülecskét ide a kormányra, és nekem nagyon-nagyon jól esne. Igaz, hogy csak néha, de akkor nagyon jól esne beleváltani, meg visszaváltani itt a kormányra. Gyorsabban váltogatni. Aha, igen. Hát jó, meg mondjuk oké. És én is szívesen látnék itt mondjuk egy érintőképernyős panelt amin legalább láthatnám a navigációt, mert az most ebben nincs. De nyilván van olyan felszereltségi szint, amiben rendelhető, azt tudni. A hideg beköszöntével nem mindig a romantikus történetektől párásodik a tekintetünk, hanem bizony vannak olyan esetek, amikor már alig látunk ki az autónkból, mert hogy a külső és a belső hőmérséklet között igen nagy a különbség. Ilyenkor mit tegyünk? Ez így van, ugye minden autó rendelkezik most már páramentesítővel. Tehát, hogyha reggel elindulunk, és nem látunk csak
tejfölt a szélvédőnkön, akkor kapcsoljuk be, és igenis használjuk a klímával a páramentesítőt, mert itt sokkal gyorsabban leszedi a párát, és kilátunk normálisan. Illetve, hogyha a klíma se szedi le a párát, akkor viszont mindenképpen látogassunk meg egy szervizt, és ellenőriztetjük gépjárművünknek a befúvó rendszerét. Általában a pollenszűrő szokott eltömörni, és ilyenkor nem jön be a levegő normálisan az utastérbe, és ezért nem párásítja le a szélvédőnket normálisan. Az, hogyha ilyen esetre hasznosítunk egy viledát vagy egy szarvasbőrt az autó, és azzal törölgetjük a szélvédőt, ezzel el tudjuk érni a célt? Hát részleges célt el tudunk érni, körülbelül egy olyan percig ki tudunk látni a szélvédőn, de sajnos a szélvédőnk az újra be fog párásodni, hisz el van dugulva, mi ugye leheljük belülről az autót, kívülről nem jön be normálisan a levegő, mi levigye a szélvédőnkről a párát, tehát ezért részleges megoldás az, hogyha bileda van nálunk és letöröljük a szélvédőt, egy darabig kilátunk, de ez hosszú távon nem megoldás. Általában amik még párásodást szoktak okozni, az a fűtőradiátor meghibásodása, tehát valahol csöpög, illetve szivárog a hűtőfolyadék a fűtőradiátorba, ezáltal párásodik a szélvédőnk, illetve hogyha a klímánknak a kondenzvize nem megfelelően távizik az autónkból, illetve befolyik a fűtésházba, akkor természetesen ugye a párás nedves levegőt fújja a szélvédőnkre, ezáltal párásodik a szélvédőnk. És ezt úgy vehetjük észre, hogy akár a nyári hónapokban, akár melegben is párásodunk. Melegben is párásodunk, illetve hogyha a szőnyeg, tehát az alsó szőnyeg, ugye általában a műszerfal alatt szokott lenni a fűtésházunk, és középen a szőnyegünk nedves, akkor arra kell gyanakodnunk, hogy ott valahol szivárog a hűtőfolyadék, és mindenképpen szervizbe látogassunk el, és nézzék meg, hogy mi a probléma. A rovatot a Duna Autó támogatta. Úgy, ahogy a két csík a végtelenben fog találkozni, hiszen párhuzamosak, remélem, hogy önök is végtelen időkig fognak bennünket nézni itt az RTL Klubban. És hogyha nem akarják kivárni ezt a végtelen időt, akkor gyorsan visszanézhetik a műsorunkat, akár ezt a mait is, az rtlmost.hu-n. Viszontlátásra! Viszlát!